Pezsgővel várták a vendégeket szombat este a Künei teremben, ezúttal az első alkalommal megszervezett jótékonysági dzsúdóbárra. A bált a Két Moson Magyaróvári Sportegyesület, a Delta SE és a Kodomo SE szervezte. A sportág az elmúlt években ismét fejlődésnek indult Moson Magyaróváron. 2018. októberében 32 gyermekkel kezdték meg az előkészítő és fejlesztő sportfoglalkozásokat, ezzel pedig ismét sikerült dzsúdó utánpótlást indítani a városban. A két sportegyesület egymást támogatva együtt dolgozik, jelenleg két helyen tartják az edzéseket. A bál egyik célja volt, hogy a befolyt összegből a Kajzertelepen lévő edzőtermet bővíthessék. Város segítségével egy gyönyörű dzsúdótermet kaptunk itt a régi Kaiser épületnél, viszont annyi gyerek van már, hogy lassan kinőjük és próbáljuk a termet bővíteni, és igazából ezért is lett ez az első jótékonysági dzsúdós bál. Illetve azt gondolom, hogy egy nagyon jó szülői munkaközösség is van a háttérben, akinek a szervezőkészségének segítségével tényleg elindult egy olyan folyamat, amit majd reméljük, hogy minden évben és akár 40 év múlva majd arról beszélgetünk, hogy a 40-et rendezzük. A dzsúdóbár hivatalos megnyitóját követően az 1-2 háttánc csoport tagjai léptek fel. Az egyesület jelenleg 16 versenyzővel vesz részt a különböző megmérettetéseken. 2021-ben összesen 14 versenyen képviselték magukat, és 49 érmet szereztek, ezek közül 5 magyar bajnoki címet. Az idei év egyik célkitűzése, hogy ismét legyen magyar bajnoki cím, illetve hogy serdülőkorosztályban is elindítsanak versenyzőket. Két egyesület kéz a kézben csinálja az edzéseket, hiszen ez egy partnerigényes sportág, egyedül ezt nem lehet űzni. Úgyhogy az a legfontosabb az egészben, hogy közösen csináljuk azt a szakmai munkát, ami a későbbiekben eredményekhez vezetett, illetve a tavalyi évben már lett országos bajnok, illetve lettek országos bajnoki érmesek. Úgyhogy azt gondolom, hogy elindultunk egy olyan úton, hogy a 90-es évek végét, amikor az első 10 szakosztályban voltunk Magyarországon a Delta SE, bízom benne, hogy majd egy pár év múlva arról beszélünk, hogy már az egyesületi rangsorban az országoson előkelő helyezést tud elfoglalni mind a két egyesület. A Delta SE és a Kodomo SE folyamatosan várja az érdeklődőket. Edzéseiket heti 3 alkalommal, hétfő, szerda és pénteki napokon tartják, felkészült edzőkkel. A bálnak és a támogatásoknak köszönhetően az egyesületek és az edzési lehetőségek tovább fejlődhetnek majd a jövőben, a jótékonysági bálból pedig hagyományt teremtenének.